kísérlethez kézkészítményeket fogunk használni. A mikroszkopos gyakorlatnál először mindig a legkisebb nagyítást használjuk. Vizsgáljuk meg ezt a kettős festéssel készült készítményt emberi vér esetén. Mivel a vörös vértesteknek nincs sejtmagja, ezért láthatok középen a bemélyedés. Tehát itt láthatunk ilyen fák alakhoz hasonló vörös vértesteket. A vörös vértestek száma ember esetében körülbelül 4-5 millió 1 köbmilliméter vérben. Ezek a sejtek a vörös csontvelőben keletkeznek, 4-5 napig érnek meg, közben pedig elveszítik a sejtmagjukat, hemoglobinnal telítődnek, ezért vörös a színük. A keneten legnagyobb számban vörös vértesteket láthatunk, 1-2 fehér vérsejtet is megfigyelhetünk, például itt, és itt láthatunk 1-1 granulocitát. Ezek száma 5-8 ezer darab 1 köbmilliméter vérben. A vérlemezkék mérete 2-5 mikrométer, és a számuk pedig 150-300 ezer 1 köbmilliméter vérben. Ezek a vérlemezkék nem sejtek, csak sejtöredékek. A vörös vértestek egyes fejlődési szakaszaiból származnak, és a véralkadáshoz szükséges fehérjék egy részét tartalmazzák.